Dudás Ádám vagyok, személyjegyzéssel foglalkozok a Metropol Fitnessben, Miskolcon élek, és itt is csinálom a személyjegyzéseket. Emellett versenyszerűen űzöm a testépítést, lassan már 6 éve, minden évben indulok, ugye ősszel szokott lenni a versenyszezon, minden évben ősszel indulok a versenyeken, és igazából a versenyzéssel való, vagyis a testépítéssel való kapcsolatom már 15 évvel ezelőtt kezdődött, akkor gyerek fejjel, hogy láttam ezeket az akciófilmeket, láttam benne a szuperhősöket, Van Damme, Stallone, hasonló akcióhősöket, már akkor tudtam, hogy én izmos és erős akarok lenni. Akkoriban még nem az volt a célom, hogy versenyző testépítő legyek, viszont tudtam, hogy mindenféleképp valamilyen módon ebbe a sportba, ebbe az irányba akarok elmenni. Először 2008-ban volt egy ilyen SciTech teszt, amire úgymond poénból jelentkeztem. Ez a teszt az arról szólt, hogy a SciTech Nutrition cég, táplálékkiegészítő cég adott egy termékcsomagot, és ez a termékcsomaggal egy adott időn belül minél többet kellett fejlődni. Ez tulajdonképpen egy verseny volt, amire beneveztem, és én mutattam fel legjobb eredmény. 8 hét alatt 13,4 kg-ot szedtem fel, ezzel sikerült megnyernem ezt a versenyt. Ezek után rá egy hétre életem első versenyén elindultam, ez Romániában volt a Hercules kupa. Én valójában magamtól sose láttam magamat elég jónak ahhoz, hogy versenyen induljak, kevésnek éreztem magam, de mivel rábeszéltek, ezért úgy gondoltam, hogy megpróbálom. És rögtön az első versenyen Romániában mínusz 80 kilóban első lettem, megnyertem a kategóriámat, úgyhogy ez egy jó kezdőlökést adott nekem. A versenyszerű testépítés kapcsán sokan az anyagi körülményeket hozzák fel mentségként, hogy ők azért nem tudják csinálni, meg azért nem van jó benne. Szerintem ez hülyeség, mert elsősorban a genetikán múlik és a kitartáson. Szerintem ha az ember van hozzá genetikája és elég kitartás, akkor bármit el lehet érni. Én is szinte a nulláról kezdtem el, nagyon rossz anyagi körülmények között, szinte senki nem segített nekem. Én is gyári munkás voltam. Napi 8 órában dolgoztam, sokszor hétvégéken is, reggel, délutános műszakban, esti műszakban, kemény fizikai munkát, mégis mellett is eljártam, csináltam, és minimálbérből is el tudtam érni azt, amit mások több százezer forintból se. Ezek után, hogy telt az idő, a súlykategóriába fentébb léptem, átmentem nehéz súlyban, és itt is jöttek szerencsére az eredmények. 2013-ban sikerült megnyerni a Superbodyn, egyébként Magyarországon ez a legnagyobb verseny, legnagyobb kategóriájának sikerült megnyernem az abszolút kategóriáját. Ez ugye nagy részt annak köszönhető, hogy nagyon jó száraz formát sikerült összehozni, nagyon szálkás voltam, meg az arányoknak köszönhetően. A következő trófea, ami talán a legnagyobb és legkomolyabb, az a NAC Mr. Universum, a VB abszolút cím. Ez Németországban volt, Hamburgban. A Superbody után egy hónappal volt pont. Elég sok nehézség adódott közben, mivel volt egy kisebb betegségem is. Hát igazából egy ilyen influenza-szerű, magas lázzal járó járvány volt. Utána meg volt egy részleges biceps szakadásom. Ennek ellenére mégis megcsináltam, felkészültem a versenyre. Gondoltam, hogy nem adom fel akkor se, ha harmadik leszek, ha ötödik leszek, akárhanyadik leszek. Sokan próbáltak le is beszélni róla, hogy inkább adjam fel, mert sérülésem van, ne kockáztassak, meg hogy életemben először indulok ilyen nagy versenyen, úgy se engednének győzni, a bírók se, nem láttak még soha, tehát mindig ugye inkább a visszatérő versenyzőket, vagy akik már előzőleg nyertek, azokat jobban kultiválják kint. Ennek ellenére nagyon pozitív benyomásom volt mind a versenyzőkről, mind a bírókról. Sikerült az abszolút trófeát elhozni, a Mr. Universumon, és abszolút világbajnok lettem. A jövőbeli terveim között az szerepel, hogy most már lehetőleg csak külföldi versenyeken induljak, minél nagyobb versenyeken, minél nívósabb versenyeken, lehetőleg minél nagyobb testsúllyal, minél jobb formában, évről évre. Én azt gondolom, hogy egy testépítőnek addig van keresnivalója a sportba, ameddig évről évre újat mutat fel, évről évre változik, egyre jobb. Én azt a sportot legalább még szeretném, vagy 5 évig csinálni minimum, és minél jobb eredményeket elérni. A legközelebbi, legnagyobb verseny, amit tervezek, hogy elindulok, az a jövő évi Arnold Classic lesz Madridban.
itt ugye az lenne az álmom, hogy megszerezzem az abszolút első helyet. Persze ez egy nagyon nagy álom, de remélem sikerülni fog egyszer.